Köszöntöm a mai műsorunk minden kedves nézőjét, töltsék velünk a következő perceket, jó szórakozást kívánok! Kezdjük a mai műsort boszorkányokkal és azokkal, akik velük foglalkoznak. Először ítélték oda az arra érdemeseknek 2020-ban a Dugoni Csandrás irodalmi díjat. Dugoni Csandrás egyébként piarista szerzetes író és egyetemi tanár volt. Dugoni Csandrás íróként elbeszélő költeményekkel lépett elő. Első regényét az Etelkát 1788-ban bocsátotta közre, ez a prózában írt művetette egyébként országosan ismert íróvá. A könyvet néhány éven belül még kétszer kiadták. Az úri olvasó közönség lelkesedéssel fogadta, maga az etelka név pedig divatba jött. Az etelka a magyar regény születésének időszakában íródott, ennek a folyamatnak így vitathatatlanul fontos része lett. Léda Drassi eddig megjelent munkái elismeréséül az etelka díjat is magáénak tudhatja. Az írónő egy néhány könyvből álló csomagot ajándékozott a városi könyvtárnak, a következő bejátszásban arra is kitérünk, hogy volt-e olyan boszorkányper például, amely Nyírbátorhoz kapcsolható. A Nyírbátori Városi Könyvtár felnőtt részlegén beszélgetünk, és elképzelhetőnek tartom, hogy te még nem jártál itt. Valóban, valóban nem jártam, úgyhogy köszönöm szépen a meghívást. No hát többek között azért vagyunk itt, mert egy kis ajándékot hoztál a könyvtárnak, tudnélik a nevethez köthető, egyébként nagy sikerű boszorkány dinasztiából például ennek a könyvtárnak még nincsen, viszont most már lesz, hiszen megajándékozod őket. Ezt az eseményt összekötöttem azzal a beszélgetéssel, hogy kettő Dugonics díjat zsebeltél be az elmúlt hetekben, amihez gratulálunk természetesen, és az egyik a saját kategóriádat Jelöli, amelyben győzedelmeskedtél, a másik egy abszolút elsőségről szól. Hát én azt szeretném, hogy először erről a díjról mondj néhány szót, hiszen ez nem egy régi kezdeményezés. Ö, valóban nem. Tehát a Dugoni Csandrás irodalmi díjat az Imádom a Könyveket irodalmi közösség alapította. Ez volt az első év, amikor ugye megrendezésre került ez a, ez a verseny tulajdonképpen, és azért minősül rendhagyónak, mert itt tulajdonképpen minden az olvasóktól Függött. Tehát maga a jelölés is, hogy ki az az író, akit jelölnek, csak jelölés, ö, olvasói jelölés alapján kerülhetett be valaki, és utána természetesen a szavazatokkal ők döntötték el, hogy ki az, aki megnyeri az adott kategóriákat. 18 kategória volt, tehát itt ugye eleve az volt a cél, hogy ne egységesen versenyezzenek írók, hanem mindenki a saját zsánerében, saját kategóriájában találja meg a helyét. Ez ugye az egyik, ez a fantazi a te vonatkozásodban, de hát itt van itt egy abszolút díj is. Így van, ami abszolút díj és abszolút meglepetés volt, tehát ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy minden versenyben lévő szerző közül én kaptam a legtöbb szavazatot, ami, ami egy hihetetlen elismerés, hogyha azt veszük figyelembe, hogy milyen nevekkel versenyeztem például, tehát ez, ez óriási elismerés. A díjakat alapító közösségről is kell néhány szót mondanunk, hiszen így nyer értelmet ez a ez az egész történet, mióta létezik az IK közösség. Az IK ugye az imádom a könyveket közösség 2015-ben került megalapításra. Ö, az alapító hölgy, emberi Janikónak hívják, egy hihetetlenül elhivatott az irodalom ö, iránt, tehát neki az volt a célja, hogy új platformot hozzon létre azoknak az íróknak, akik mögött mondjuk nem áll egy nagy kiadó, akik mögött nem állnak nagy anyagi lehetőségek, hogy a saját útjukat járják marketing és hasonló szempontjából. Tehát ő egy olyan platformot szeretett volna létrehozni, és egy olyan közösséget, ahol ők megmutathatják magukat. Kezdőíróként, újíróként, és, és olvasótábor toborozhatnak, és, és megismertethetik magukat a, tulajdonképpen az országgal. Illetve neki másik nagy kezdeményezése, ami hihetetlenül nagy segítség az íróknak, hogy a legnagyobb rendezvényekre, ünnepi könyvhétre, illetve a könyvfesztiválra segíti az írókat, hogy, hogy együtt, mint a közösség, egy közösség kiusson, ott lehessünk a könyveinkkel és találkozhassunk az olvasókkal. Mondja, neked van egy polgári neved, amin egyébként korábban irodai munkásként dolgoztál sokáig, de aztán jött a vágy egyre erőteljesebben, hogy megírd azokat a könyveket, azokkal a gondolatokkal, amelyek ugye, amennyire én tudom, gyerekkorod óta dolgoznak benned. Na hát, ha kimondjuk azt, hogy ez a boszorkányokkal kapcsolatos, na hát vajon milyen kislány lehettél? Mindegy, most nem ez a, a lényeg, hanem hogy amivel téged megismerhettek az olvasók, akár ebben a közösségben is, az a te Boszorkány dinasztia című trilógiád volt, amit szerintem még most is igen sokan próbálnak begyűjteni. Nagyon röviden beszéljünk ennek a történetéről, hogy mennyire meseszerű ez, vagy mennyire lehetett ezt betervezni, hogy írok, és akkor azt kiadják, és az sikeres lesz, és egyebek erre gondolok. Amikor én elkezdtem én ugye az teljesen nem azt mondom, hogy véletlen volt, de, de nem ennek az írói iránynak indult. Tehát az egy naplóírás volt, és amikor rájöttem, hogy ez milyen nagyon-nagyon jót tesz a léleknek, akkor arra gondoltam, hogy oké, okay, meg valami nagyobbal. És amikor én tulajdonképpen realizáltam azt, hogy ebből könyv lesz, akkor tulajdonképpen egy, egy fél könyv az ami, már, az, ami már elkészült. De én még akkor se láttam át, hogy, hogy mi lesz ebből. Tehát eleinte trilógiában gondolkodtam, aztán most már hat könyvnél tartunk, aztán még sokkal-sokkal több lesz belőle. Nyilván ez az olvasói Szeretetnek és visszajelzésnek is köszönhető, hogy nem álltam meg trilógiánál, folytatom ameddig, ameddig ők szeretik és, és kérik, és hát a boszorkány dinasztia abból a szempontból különleges, hogy mai korban játszódó, ugyanakkor mégis mitológiai lényekkel kapcsolatos fentezi történet, ami abszolút ebbe fogadható, abszolút -e szerethető, élvezhető, a humorát nagyon-nagyon sokan szeretik, és tényleg egy olyan világot próbáltam megalkotni, olyan karakterekkel és olyan cselekményszállal, ami mindenkinek segít egy kicsit a hétköznapokból eltávolodni, hogy ők is elvarázsolódjanak egy kicsit, ez volt a lényeg. Biztos, hogy volt valami pillanat, valami esemény, amikor így a boszorkányok így ráttelepettek, vagy belét bújtak. Gyerekkoromban valószínűleg, tehát engem gyerekkorom óta vonz a misztikum, a, a fentezi, és bár kimondva kimondatlanul, de azért mégiscsak a boszorkányok voltak a, a kedvencek. Nem tudom, egyébként lehet, hogy ebben van egy kis ilyen um, feminista hajlam is, tehát úgy értem, hogy amilyen múltjuk nekik van a, a hányattatott sors, hogy, hogy boszorkányüldözésekkel kapcsolatban hányan kerültek vád alá, hányan kerültek mágiára, azért az, az mégis elgondolkodtató, hogy, hogy, ezeknek az embereknek a döntő többsége nő volt. És azért ez, ez, elég szomorú. Lehet, hogy benne van az is, hogy kicsit lehet, hogy revansot akartam venni egyébként, tehát akkor ők voltak évszázadokon keresztül a negatív szereplők, akkor én most teljesen pozitív tartalommal töltöm meg ezt a dolgot. De azért Magyarországon, a jól tudom, a főpapasz pont egy férfi. Igen. <laughs> tehát, ha már itt tartunk. A hanyadik könyvnél jársz, és mik a tervek a továbbiakra nézve? Most ugye hat kötet van, ami tulajdonképpen egy előzmény kötetet jelent, illetve négy részt, mert a negyedik rész az dupla kötetes lett, tehát elég hosszúra sikerült. Ebből is látszik, hogy a lendület az megvan. Most, most úgy néz ki, hogy az ötödik történeten dolgozom, de van még jó néhány a fejemben, tehát jövőre biztos, hogy, hogy jön a dinasztia folytatása. Sokan dolgozom? állandóan máshogy is lehet. én legalábbis, tehát írókkal, akikkel beszélgetek, ugye kapcsolatot tartok velük, ez olyan szintű szenvedély, ami, ami éjjel-nappal viszi és hajtja az embert, és amikor lefekszel, akkor is ez jár a fejedbe, amikor felkelsz, akkor is ez jár a fejedbe, viszont nem érzed munkának, mert ez szenvedély. Könyvtárban beszélgetünk, amely nagyon barátságos, és nagyon nyugodt, és hát nagyon pozitív hely. Te könyvtárba járó voltál? Igen, most is járok egyébként könyvtárba, illetve amit még nagyon-nagyon szeretek, ugye az Országos Széchenyi Könyvtárnak az elektronikus részlege, ahol ugye mondjuk, hogyha most a pandémiáról beszélünk, akkor tökéletesen meg lehet oldani azt, hogy az ember olvasmányhoz jusson, és minőségű olvasmányhoz jusson. Itt a beszélgetés vége felé én azt szeretném, hogy emeld fel ezt a könyvet, amit itt levettünk neked a polcról, mert hogy mostanában olvasod, vagy kedvenced, vagy nagyon meglepő lesz, amit fogsz mondani. Visszatértem hozzá egyébként, tehát a régi klasszikusokhoz, ezt ezt úgy értem, ugye, hogy a zsánert, akik megalapították, és hát ugye Méri Shelley-nek a Frankensteinje, ha jól tudom, azért 1818, azt hiszem, hogy a megjelenésnek a dátuma az az volt, tehát abszolút úgy úttörőnek minősül ebben a, ebben a kategóriában, aztán persze Bram Stokernek a Drakulája, tehát ezek a nagy, nagy kedvencek, amiket most újra elővettem, és újra olvasom őket. És itt is megtalálhatóak Igen, ebben a könyvtárban. Igen. Nagyon érdekes, mikor uh, ugye belelapoztunk, mutattad nekem, hogy ki fordította ezeket a köteteket. Így van, a Frankensteinről ugye én se tudtam, hogy Gönc Árpád fordította, viszont a Drakuláról tudtam. Tehát az, az 1977-es fordítása mind a két, kettő, mind a két. Mind a két én szeretettel szeretném a Boszorkány dinasztia sorozat első három részét, és nagyon-nagyon remélem, hogy a nyírbátori no, hát is. Na hát akkor ezek a kötetek itt is kölcsönözhetőek, és hát Léda Drasszi Boszorkány dinasztinájának első három kötete is. Annyit azért mondjunk el azoknak, akik távolról sem ismerik ezeket a történeteket, hogy itt jó boszik vagy rossz boszik vannak százalékban jó boszik, tehát ezért mondtam, hogy fordítottam egyet is már csak azért is most már a, a boszorkányok legyenek, legyenek a jók, de természetesen a rossz is ott van, hiszen a konfliktust azért meg kell teremteni, meg a harcot, tehát ez az, ami, ami, ami mozgatja ezt az egész világot, mindenféle misztikus lényekkel, szerelemmel, azért az, se, az sem elhanyagolható, és rengeteg humorral, ami, ami, én úgy vélem, hogy nekem a védjegyem. No, hát további sikeres, eredményes uh... Termékeny munkát, időszakot kívánunk neked, és még egyszer gratulálunk. Nagyon szépen köszönöm. Ennek az ajándékkönyvcsomagnak a kapcsán, ugye nyírbátorban boszorkányokról, boszorkányhistóriákról tehetünk említést az írónővel, de egyébként a város település nevét összetudjuk-e hozni valamely múltbéli boszorkány történettel, boszorkányperrel? A boszorkányperre mindenféleképpen csak az a helyzet, hogy ez a boszorkányper jóval, de jóval később született meg, mint aki élt. Bátor Erzsébetről van szó, ugye 1560-ban született, és 1614-ben halt meg. Ő ugye az, a, az az, alak, az a egyik rossz hírű bátori, akit megvádoltak egyfajta bűbájossággal, boszorkánysággal, 17. század elején. Viszont azt tudni kell, hogy ennek az egész ügynek a, a boszorkány jellege 150 évvel halála után pattan ki. Egy jezsültre szerzetes írása nyomán. És ő ugye nem létező, már nem élő tanukra hivatkozva állítja be bátor erzsőbetől azt a rossz képet, amit amit többek között boszorkánsággal is szoktak illetni. Az igazság az, hogy egy cseppet sem volt másabb, mint a korabeli arisztokrata asszonyok. Egy biztos, hogy valamivel kivált. Kivált a gazdagságával, kivált a vagyonával, és kivált azzal, hogy ősz vagy asszony lett. Hisz a férje, amikor Nádasdi Ferenc meghalt a törökökkel vívott háborúban, egy hatalmas birtoktestnek a, a, igazgatása maradt rá, és tulajdonlása, és az akkor a kihívás jelentett abban az időben is a vagyon, hogy, hogy megtámadták. És abban az időben más volt a, a, a vád, amivel valakit félre lehetett söpörni. Itt elég volt, hogyha a bőbájossággal, vagy, vagy mindenféle rosszassággal megvádolták, de nála abban az esetben akkor 13. 14 ben nem ez volt a vád, hanem felségsértés. <laughs> És emiatt ugye jószágvestésre szokták ítélni még a, a főurakat is. És <laughs> ebben a vádban gyakorlatilag ugye Erzsébet félre lett állítva. Vannak, vannak nyomok, vannak írások, mert az írások számítanak abból az időből, <laughs> amikor a palifia csejtevárában élő anyjával leveleket váltott, és abban egy szó sincs arról, hogy az anyukája esetlegesen megbolondult volna, vagy, vagy, vagy beett volna falazva, ahogy ezt később elterjesztették. Ebben a, a, az emlékezetben, a kollektív emlékezetben, ami uh, köré uh, majd kép, később képült, főleg a, a 20. század elején, Makkai Sándor és Móriz Zsigmond is oda tette az irodalmi készségét, képességét. Bátor Erzsébet rossz hírűségéről az irodalom sokat tehet, hisz Makkai Sándor és Móricz Zsigmond uh -huh. alkotásai nagyon sok emberhez eljutottak, és ezek nem történelmi vagy bírósági akták voltak, úgyiratok voltak, vagy fejezések voltak, hanem egyfajta regény, és ebben a regényben, a regényben sok minden megengedhető, és ez alakította ki Bátor Erzsébetől ezt a ezt a képet. Őt nem rehabilitálták, nem is fogják, nyilvánvalóan, hisz, hisz ez már nem nagyon érdekes senkinek sem, de azt gondolom, hogy itt nyilvántorban azért legyünk annyira tisztában, hogy, hogy egy cseppet sem volt veszélyes ez az asszony, hanem a korának egyik kiemelkedő és nagyon-nagyon nagy tudással, gyógyszerekkel, stb. foglalkozó asszony volt, és így rá lehetett sok mindent utólag is majd várni. Ha már a világban ugye azt terjedt el, mert sajnos az egész világban azt terjedt el, hogy ugye ő volt a véreskező kezű aki szüzek vérében fürödve, mosakodva próbálta a fiatalságát megőrizni. Született viszont egy film az elmúlt évtizedben, ami talán egy kicsit próbált tenni, az ellen, nem magyar alkotás. Igen, a szlovákok készítettek egy filmet Bátor Erzsébetről. Nyilvánvalóan, hogy ők is ezt a szenzációs részét meghagyták a, az asszonynak, hisz Árva várában, Csejtében ugye vagyunk, az pedig Szlovákiában található, tehát egyfajta érdekesség, izgalom az, az óvatatlanul benne van a filmben. Viszont a film azért bemutatja azt az arcát is, vagy megpróbálja azt az arcát is, hogy felvillantani, amiben nem ez a jellemző bátori Erzsébetről. Ha valaki Nyírbátorba látogat, és szeretne ilyen részletesen, vagy még részletesebben hallani bátori Erzsébetről, vagy a bátori család bármely tagrányról, azt az hogyan teheti meg? Hát akár itt a könyvtárban is, mert rengeteg irodalom van a bátori családról, a múzeum természetesen, meg amit már többször elmondtam, hogy jó néhány évvel ezelőtt elindult egy olyan fajta tudományos munka a Bátori Könyvtár megtalálását követően a Szegedi Egyetem munkatársai révén, akik az oklevelek lefurításával teljessé tehetik, meg, meg is teszik azt az azt a bátoriakról szóló információ, gazdagságot, vagy szükösséget, ami, ami lehet, hogy átírja, vagy, vagy áthangolja. A bátoriakról uh, szerzett meglévő ismereteinket. Már egy éve új helyen edzenek a Bátori Karate Egyesület tagjai, igazából ekkor és itt találtak otthonra. Nagyjából egyesztendő telt el azóta, hogy a nyilvátori karatésok és a környékbeli karatésok egy új helyen kezdhették meg a gyakorlást és a felkészüléseket a különböző típusú versenyekre. Mit lehet elmondani, milyen minőségi változást hozott az elmúlt egyeztendő, ha hozott a munkátokban? Hát természetesen hozott, mert itt otthonra lejártunk de az otthonnak a szószoros értelmébe. Rengeteget vagyunk itt az edzőteremben, talán többet, mint otthon. Ez egy nagyszerű lehetőség, mert eddig azért elég most a körülmények között készültünk a versenyekre és a különböző megmérettetésekre. Ez most azt mondom, hogy olyan színvonalú munkát lesz, tesz lehetővé, ahol, aminek alapján a nemzetközi mezőnyben is komoly szinten hely tudunk majd állni. Tulajdonképpen itt az időbeni megjelenésetek, az itt tartózkodásotok sincs korlátozva, ha azt tekintjük. Nincs a nap, bármelyik pillanatában tudunk edzeni, és mi ezt ki is használjuk. Ugye délelőtt általában egyéni edzések vannak, egyéni kondíciófejlesztő edzések, és akkor inkább délután találkozunk úgy, amikor többen vagyunk, akkor folyik az úgynevezett szakmai munka. Vannak-e esetleg olyan kis fiatal újoncok, akiknek ez az első helyszín a karate vonatkozásában az Egyesület keretein belül, tehát akiknek nincs viszonyítási alapja a korábbi edzésekhez képest, hanem fiatalok most jelentkeztek az elmúlt esztendőben, és ők már itt kezdtek el edzeni. Igen, van, van egy, egy gyerekcsoport, ők, nekik már ez az első otthonuk, ők hál' Istennek nem tudják, hogy korábban milyen a körülmények között dolgoztunk. Nekik már ez, a, ez, a, ez az otthon, ez az első edzőterem, ez az első hely, és nagyon szeretik. És én már nagyon sok tehetséget látok köztük, akik majd a következő generációnak a sikeres versenyzői lesznek. Nem lehet, hogy azért is kerülhetett sor egy ilyen gyermekcsoport beindítására, mert hogy adott a hely és adott a korlátlan idő? Ez, ez abszolút így van, ez abszolút így van. Más a hangulata is az edzésnek. Nagyon szeretnek a gyerekek ide járni, amikor kinyitom az ajtót, hát azt látni kellene azt az örömöt, ahogy ide beruhannak, és, és még a, ugye az edzés elején tudnak kötetlenül mozogni. Hát ez óriási élmény. Hogyan vannak nagyjából most az egyesülethez kapcsolható fiatalok, akik viszonylagos rendszerességgel megjelennek itt az edzőteremben? 20 vannak a gyerekek, húsz fő helyek közel rendszeresen jár edzésre. Ők úgy tevődnek össze, hogy van közöttük egy néhány óvodás első osztályos, másodikos, és azt hiszem két-három harmadikos is van köztük. Tehát ez egy nagyon jó korosztály, velük nagyon nagy terveim vannak a későbbiekben, és ugye van a, a, a versenyzői csoport, ahova az ifjúsági junior és felnőtt versenyzők járnak. Az elmúlt egyesztendőt azért nem csak ez a nagy pozitív hangulat lengte körül, hanem sajnos azért itt egy járványhelyzet is úgymond megváltoztatta az addigi rendszert a ti életetekben is, az Egyesület életében is. Ö, kellett -e lemondani a versenyzőknek, kellett az Egyesületnek lemondani a versenyekről, találkozásokról, a kapcsolatotok fenntartásáról, már a személyes kapcsolatra gondolok. Hát sajnos igen, minket is érintett. Ugye Februárban részt vettünk egy sikeres, ami szempontunkból sikeres felnőtt magyar bajnokságon, ahol négyen kvalifikálták magukat a grúziai Európa bajnokságra, ami sajnos elmaradt. És az ifjúsági versenyzők közül is nagyon esélyesek voltak többen, hogy a most novemberben lett volna esedékes a utánpótlás Európa bajnoksága, hogy azon részt vegyenek. Sajnos ezek a versenyek elmaradtak. Viszont. Itt is nagyon nagy segítség a saját edzőterem, mert hallom, hogy rengeteg egyesület, akik általános iskolákat, középiskolákat bérelnek, nem tudnak bejutni, nem tudnak úgy készülni a versenyekre, ahogy, ahogy kellene, mert hát azért biztos vagyok benne, hogy az elmaradt versenyeknek a dacára, én úgy gondolom, hogy a következő évben azért az élet folytatódni fog a járványhelyzet ellenére is, mert hát sajnos ezzel a járványjal együtt kell élnünk, és, és remélhetőleg a maga a versenyzés is folytatódni fog tovább, mert ez kell egy, egy motivációként a, a gyerekek számára. Ahogy így bejöttünk ide az edzőterembe, nyilván ez nektek megszokott, nekünk pedig egy nagyon klassz látvány, hogy patyolatrend van. Bizonyára itt az eszközök is ugye újak voltak, amikor elkezdhettetek idejönni, és ezek szépen rendben, tisztán vannak tartva. Ez biztos, hogy megszokott a ti életetekben, de például azok a gyerekek, akik újonnan kezdenek el idejárni, Hát, hogy azt mondjam, még lehet, hogy egy kis rendet is tanulnak, amit otthon tudnak kamatoztatni. Persze, ez cél, tehát én, én mindig azt szoktam mondani, hogy mi itt edzésen a gyerekeket nem csak karatézni tanítjuk, hanem az életre neveljük. Ö, igen, elvárás egyfajta rend, egyfajta ö, magatartási forma, mi ezt mind szeretnénk átadni a gyerekeknek értékként. Ez az esztendő hanyadik az egyesület életében. 24. 96-ban lettünk önálló egyesület, úgyhogy jövőre jövőre 25 évesek leszünk. Úgyhogy nagyon-nagyon remélem, hogy a következő év, a 25. év egy eredményekben gazdag év lesz az egyesület életében. Eddig sem panaszkodhatunk az eredményekre, de azért a 25. az, az jó lenne egy, egy valami hathatós eredményt oda tenni. 70 évvel ezelőtt nyilvánították védett területté a Bátor Ligeti Őslápot. A mai műsorban az Ősláppal kapcsolatos legfontosabb információkat szeretnénk átadni, illetve megmutatni önöknek. A Bátorligeti Őslep területén vagyunk, és most 2020 ö, októberében talán a, a legfontosabb, legérdekesebb kérdés, mi történt 70 évvel ezelőtt? Mi volt akkor, ami miatt ö, úgy döntöttek, kik döntöttek úgy, hogy védetté nyilvánítják ezt a területet? Kicsit még inkább visszább mennék az időbe, mondjuk egy olyan 12 ezer évvel ezelőtre. ugyanis akkor alakult ki ez a csodálatos természeti képződmény. Itt a Gyakorlatilag a nyírségnek a délkeleti részén vagyunk, egy olyan homokbuckákkal körülvett területen, aminek egy nagyon sajátos mikroklimája van. Ez a sajátos mikroklíma tette lehetővé, hogy az utolsó eljegesedés időszakában, amikor itt hál' Istennek nem volt összefüggő jégtakaró, olyan növényvilág maradhatott fent, ami minden nap, mai napig Megmaradt ezen a területen, éppen azért, mert a területnek egy, egy nagyon sajátos hűvös mikroklimája van, és ennek következtében a mostani mérséklet klímába is ezek a fajok, ezek a növény és állatfajok meg tudtak maradni. Ez mennyire számít ritkaságnak, ha nem tudom, mekkora földrajzi területet kell, hogy nézzünk magunk körül, tehát a környező országokra vonatkozóan? Nagyon ritkának számít, annál is inkább jól mutatja ezt, hogy különböző fajok gyakorlatilag csak innen lettek leírva, tehát erről a területről lettek leírva. Több olyan védett fajunk is van, ami máshol nem fordul elő a Kárpát-medencébe. Hogy, hogy is alakult ez ki, ennek a története egészen ugye a jégkorszakig mehettünk vissza, de gyakorlatilag ez nem egy statikus állapot volt, folyamatosan fejlődött, alakult. Ez a terület, ez a mikrodomborzat lehetővé tette, hogy a felmelegedések, lehűlések időszakában a növény együttes, amit előfordul, azt tudjon vándorolni. Nem nagy távolságokat tett megfeljebb húzódott egy kicsit a buckákon, vagy lejjebb a hűvösebb mikroklimájú területeken, és ez tette lehetővé azt, hogy itt egy olyan növényvilág maradt fent, ami páratlan, mondhatom így, akár Európában is jelentősnek számít. Gyakorlatilag a magyar flórának egy negyede megtalálható ezen a pici területen. 53 hektárról beszélünk, és több mint 800 faj fordul elő növények közül. Ebből 40 mind a mai napig védett és ritkaságnak számít. És ha már a védetti nyilvánításról beszéltünk, akkor nem is a 70 évvel ezelőtti állapotokig, hanem még korábbra, 1900-as évek elejére mennék vissza, amikor Tuzson János gyakorlatilag ezt a területet felfedezte a tudomány számára. Ekkor még csak a tudósok jártak, nagyon sokan eljöttek el, voltak ide, keresték, kutatták ezt a területet. A következő lépcsőfok az majd 1938-ban történt, amikor nagyjából 23 hektárt Só Rezső professzor úr közbenjárása lelkiismeretes munkájának köszönhetően védetté, helyi védetté nyilvánítottak és akkor majd eljött 1950, amikor 53 hektáron létrejött a Bátor Ligeti Ősláp természetvédelmi terület. Mind a mai napig ezt az 53 hektárt védjük, ez egy országos védett terület, nem egyedüli itt a megyébe, 11 ilyen természetvédelmi terület van, de ezek közül ez az ősláp épp azért, mert régi ősi növényállományt őrzött meg, különleges értéknek számít. Akik itt éltek a környéken, tehát itt éltek a településen, azok tudták, hogy hol élnek? Én azt gondolom, hogy sokáig nem voltak azzal a tisztában, hogy milyen értékekkel bír ez a Pici kis település. Azért is kellett védetté nyilvánítani, mert az 1900-as évek elején, közepén a földéség miatt sokat veszített a területéből ez a páratlan természeti környezet. A védetté nyilvánításával lehetőség nyílt arra, hogy egy bekerített, egy zárt területen tudjuk megőrizni azokat a nemcsak növényeket, hanem állatokat is, amik képesek voltak gyakorlatilag 12 ezer éven keresztül fennmaradni. Mi minden született a kutatásoknak köszönhetően? Információs anyagok, tudományos anyagok, olvasható, látható, akár képes anyagok? A növényekről már beszéltem, rengeteg növény van. Az alacsonyabb rendű növények közül zuzmók, mohák, akár a gombák is nagyon érdekes és fajgazdag élővilággal rendelkeznek itt. Nagyjából 500 nagy gombafaj fordul elő a területen. Az állatvilágra elsősorban az alacsonyabb rendűekre koncentrálódik a, a nagy tömeg, nagyjából 5800 állatfaj fordul elő a területen, ez, ez bődületes szám. Ez 53 hektáron, ez gyakorlatilag a, az országban előforduló állatoknak a 13%-a. És hogyha hozzátesszük azt, hogy gyakorlatilag 300, több mint 300 fajt innen írtak le először, vagy több mint 50 faj a világon csak itt fordul elő, akkor azt gondolom, hogy mindenki érzékeli, mindenki tudja azt, vagy sejti azt, hogy miért kell ezt annyira fokozottan védeni, és megőrizni ezt a területet. Sokáig csak a kutatók, tudósok ismerték a területet, ők gyakorlatilag a tudományos írásokban publikálták ezeket az anyagokat. A Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóságnak viszont nagyon fontos missziója, hogy minél többen megismerjék. Nem csak a helyben élők, nem csak Magyarországon élők, hanem akár külföldről ide látogató vendégek is ö, kapjanak egy képet arról, hogy mi, milyen csoda az, ami, ami itt ö, ezen a úton például megközelíthető. Éppen ezért ö, különböző információs anyagokkal, bemutató egységekkel készülünk, kicsiknek, nagyoknak egyaránt. Ezek 21. századnak megfelelően interaktív játékok. Nemrég újult meg a bemutatóházunk itt Bátorligeten, és hogyha nem is látja az ideérkező turista érdeklődő azokat a fajokat itt kint a természetbe, ami számunkra nagyon értékes és megőrizendő, akkor ott bent megismerheti őket, megismerheti az életmenetük, életmenetüket, megismerheti azt, hogy, hogy miért olyan fontosak, miért kell komplexen ezt a területet védeni, mennyire összefüggő rendszert alkot, és hogyha bármelyik szegvense sérül, akkor akkor komoly problémákat eredményezhet. Emeljünk ki egy két fajt, egy-kettő olyan leírást, amelyekhez bátorligetre, de az ősláb területére kellett eljönni kutatni, hogy ezeket le lehessen jegyezni. Mint mondtam, jégkorszaki fajok, tehát olyan fajokról van szó, amelyek ö, itt a Kárpát-medencében az alföldi területen már nem élhetnének. Ilyen például a szibériai nőszirom. Ugye a neve is mutatja, hogy egy kicsit hűvösebb területről származik, de a szibériai hamuvirág, vagy a réti angyalgyökér, aminek az állománya itt a nyírségben a legnagyobb, és Európa szerte a legerősebb és a legutolsó fennmaradt állománya a büszkélkedhet. félék közül a vitézkosbor, vagy a hússzíni, újaskosbor, pompás kosbor is előfordul a területen. Ezek mind leginkább tavasszal, nyár elején virágoznak. De, hogyha állatokról akarunk beszélni, az eleven szülőgyík, amit innen írtak le a nyírségből először, egy, még a neve is mutatja, nagyon jól alkalmazkodott ehhez a hűvös mikroklímához. A többi gyíktól eltérően a lágyhéjú tojást, azt nem lerakja, mert nem volt rá lehetősége a hűvös klímába, nem tudott volna kikelni, ezért a saját testén belül kelti ki a tojásait, és elevenen hozza világra az újszülötteket. Ennek következtében egy jó alkalmazkodó képesség révén meg tudott maradni itt a hideg, vizes, nyírkos területen is. Akik tehát úgy döntenek, hogy ezen a területen ö, tanulnak részletesebben, tehát geológiával akarnak foglalkozni, vagy távlati céljuk, hogy a természetvédelembe ásság bele magukat mélyebbre, akkor biztosan fognak tanulni Vátorligetről, vagy akár el is látogatnak ide. Én azt gondolom, hogy mindenkinek érdekes lehet ez a terület, főleg ö, Azután, hogy, hogy ezek az interaktív elemek beépítésre kerültek a kiállításba, illetve szakvezetővel lehet végig ezen a pallósoron, mindenkinek van lehetősége tanulni új információkat szerezni, érdekes természeti környezetet látni, és hogyha valaki csak játszani akar ezekkel az interaktív elemekkel, az is jó szórakozik. A gyerekek már kipróbálták, nagyon sok olyan játék van, ami kifejezetten nekik készült, és a játszva tanulás elmélete mellett gyakorlatilag úgy tudja elsajátítani azokat a fajokat, fajegyítéseket, amelyek itt előfordulnak, hogy, hogy játszva teszi mindezt. Azt szeretném még megkérdezni, hogy miután igen messzire visszamentünk az időben eh, ahhoz, hogy egyes fajok eredetéről beszéljünk, ha nagyon ö, extrém időjárási változások lennének itt a következő években, évtizedekben vagy évszázadokban, akkor elképzelhető, hogy ha sok más nem is, de ők akkor is maradnának? Nagy valószínűséggel igen. A magas ö, talajviszint, a körülöttünk lévő homokbuckák egy olyan védőhatást ö, jelentenek, és ugye ezek a homokbuckákon ö, erdők alakultak ki, az alacsonyabb térszíneken töltköri széliget erdők, a magasabb. Ö, térszíneken pedig le homokitörgyesek. Ezek mind-mind védő hatást jelentenek. Egy olyan mikroklímát alakítottak ki, amelyek nagyon-nagyon sok extrém hatást túléltek már. Ez az elmúlt 12 ezer év próbára tette az élővilágot és jó vizsgázott. Ez egy olyan terület, ami a túlélésről szól. Van lehetősége ezen a viszonylag kis területen is mozogni az élőlényeknek, még a növényeknek is, és jól tudtak alkalmazkodni azokhoz a klimatikus tényezőkhöz, ami eddig megpróbálta őket. Voltak sokkal csapadékosabb időszakok, voltak sokkal melegebb, sokkal hűvösebb időszakok, és ennek ellenére ez az élővilág, amely itt 1950-ben, 70 éve védett élet nyilvánítva, ez a mind a mai napig fennmar fennmaradt. Ha valaki látogatást szeretne itt tenni, akkor mi az útja módja annak, hogy ebben intézkedni tudjon? A Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság honlapján rá lehet keresni ezekre a turisztikai központjainkra. Ott részletes leírás talál arról a látogató, hogy mikor érdemes jönni, kit kell keresni. Mivel a terület egy zárt rendszer és szabadon nem is látogatható, ezért mindenképpen szakvezetéssel tudnak csak bejönni és leginkább csoportos látogatókat fogadunk. Ennek a feltételei akár itt a kutatóháznál, akár a Hortobágyi Nemzeti Parkigazgatóság honlapján megtalálhatóak. Önnek mióta mindennapi munkaterülete ez a vidék? Én tájegységvezetőként dolgozom, szabolcs szatmár bereg megyében, a nyírség szatmár bereg természetvédelmi tájegységben végzem a természetvédelmi feladatokat. Gyakran látogatok el ide, ez a szívem egyik csücske, egy olyan élőhely, amelyet szívesen keresek fel, akár ilyenkor ősszel, akár nyáron, illetve tavasszal, amikor a legszínpompásabb, a legváltozatosabb a vidék. Én 2003 óta dolgozom a Hortobágyi Nemzeti Park és azóta rendszeresen járom ezt a területet. Még csak néhány hónapja működik Nyírbátorban az élménysuli, mint az bizonyára mindenki tudja, viszont megvalósítandó céljaik egyike természetesen az, hogy nekik is saját iskolai könyvtáruk legyen. Ezzel kapcsolatban láthatnak egy kis bejátszást, mégpedig annak kapcsán, hogy október 26-án hétfőn volt az iskolai könyvtárak világnapja. Az élmény Júlia egy nyereményjátékban vett részt, és ö, harmadik helyezést ért el. A Facebookon olvastuk ezt a nyereményjátékot, a napraforgó könyvkiadó hirdette meg azon iskolák számára, akik a legtöbb szavazatot érnek el, azoknak egy 40 darabos könyvcsomagot ajánlott fel. Mi ebben nagyon egységesek voltunk a nevelőtestülettel, és úgy döntöttünk, hogy megkérjük a barátokat, ismerőket, ismerősöket és követőinket, hogy szavazzanak ránk. Ez meg is történt, és, és azt tapasztaltam én magam is, hogy egy, hogy egy egységként fogott össze, a, fogtak össze a szülők, a gyerekek, illetve az ismerősök, barátok és követők, és így nagyon sok szavazatot sikerült elérnünk. Két a fővárosi Iskolá út mögött értünk el harmadik helyezést. Én azt gondolom, ez nagyon-nagyon fontos eredmény számunkra, mert azt gondoljuk, hogy sokat támogatunk ezzel, és mindenki azt szeretné, hogyha ha mi bővülnénk a mi könyvtárunk, és bővülne olyan új kiadványokkal, amiket a Napraforgó kiadó most éppen kiad. Mennyi idő alatt tudnak egy olyan könyvtárat kialakítani, amelyet elképzelnek? Hát azt gondolom, hogy ez egy több éves folyamat, tehát ezt nem lehet már holnapra kialakítani, hogy egy jó iskolai könyvtár legalább 3000 példányjal rendelkező könyvtárnak kell lennie. Itt nem csak a könyvekre gondolok, hanem taneszközökre, oktatóanyagokra, tehát digitális formákra is, dokumentumgyűjteményekre, folyóiratokra, ami egy könyvtárnak része kell, hogy legyen. És azt gondoljuk, hogy egy egy könyvtárnak minden évben bővülnie kell kiadványokkal, és ennek érdekében teszünk mi is, mert minden lehetséges pályázatot igyekszünk megpályázni, például egy ilyen nyereményjátékot is. A még most alakulóban lévő könyvtár is tud úgy működni, mint egy igazi iskolai könyvtár? Természetesen. Ugye az itt dolgozók, illetve a gyerekek is használói a könyvtárnak. Nekik is van, be kell iratkozni a könyvtárba. Természetesen a könyvtár használat mindenki számára díjtalan. Ugyanúgy kölcsönözhetnek könyveket, akár mesés könyveket, gyermek és szépirodalmi könyveket, ifjúsági könyveket, és még ugye ezt hozzá kell tennem, hogy a könyvtári állománynak része kell, hogy legyen a tartós könyvek is, amelyeket ugye tankönyvekről beszélünk. Most ezeket a tankönyveket el kell helyeznünk a könyvtárban, és mondjuk az idérkező gyerekek, akik nem rendelkeznek tankönyvvel, ebből az állományból tudjuk őket ellátni tankönyvvel. Milyen könyvtárat képzel el az élmény, Suli? Mi olyan könyvtárat képzelünk el, amiben a gyerek, a pedagógus és az itt dolgozók jól érzik magukat. Nem csak oktatási szintérként szeretnénk használni a könyvtárat, hanem közösségi térként is. Azt gondoljuk, hogy itt a gyerekek szívesen betérhetnek, különböző foglalkozásokat szervez a könyvtár, az iskolai könyvtár is, amellett, hogy ugye a munkaközösség is szervez programokat a munkaterv alapján, de a könyvtárban egy olyan információ szerzési lehetősége lesz a gyermeknek, amivel az önművelődését ki tudjuk alakítani. Tehát ki tudjuk alakítani azt a belső, igényét, a belső igényt a tanulókban, hogy ők maguk keressenek rá különböző forrásokra, amelyek a tanulmányaikhoz szükségesek. Különböző filmvetítések is zajlanak itt a könyvtárban. Ugye életkor sajátosságaiknak megfelelően mesék, például közlekedéssel kapcsolatban tartottunk ilyen oktatófilmeket, amikor az autómentes napunk volt de a mesevilág napján meséket vetítettünk a könyvtárban. Tehát mindig egy adott programhoz kötötten szerveztük a könyvtári foglalkozásokat is. A tanároknak ki kellett alakítaniuk, hogy a tanmenetükbe, tanítási rendjükbe is be tudják építeni a könyvtár foglalkozásokat, és ez meg is történik, és nem csak itt a mi könyvtárunkat használják erre a célra, hanem a városi könyvtárba is ellátogattak az iskolásaink. Mit adhat egy iskolának az, hogyha saját könyvtára van? Hát... Pontosan azt adhatja, hogy itt könnyen elérhetőek a kiadványok, és hogyha ugyanazok a kiadványokkal, vagy egy részével legalább rendelkezünk, mint amivel a városi könyvtár, akkor a gyerekek itt könnyen elérhetik azokat az információs eszközöket, és megtanulhatnak tájékozódni akár digitálisan és a könyvtárakban, amilyen információkra szükségük van egy gyűjtőmunka során akár. Azok a diákok, akik itt tanulnak, ők mennyire szeretnek olvasni? Különösen nagy öröm számomra, hogy a szülők is arról számolnak be, és nekem ez igazán a pozitív visszajelzés, hogy a szülők azt mondják, hogy ha bár nem adunk házi feladatot, mégis a gyerekek délután és estében nyúlóan is előveszik a tankönyveket és olvasnak, és azt gondolom, aki olvas, az, az, az megalapozza a gondolkodását is. Kedves nézőink, műsorunk végén megköszönöm figyelmüket és további kellemes televíziózást, hasznos szép hétvégét kívánok viszontlátásra. A műsorvezető ruháját a Gabi Mami divatáru biztosította.